megtalálják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Ez továbbra is a Millás reggeli, tehát a 90.9 Jazzy Rádióban benne Mihálovics András. És benne Kántor Endre is. Jó reggelt kívánok magam is a kedves hallgatóknak. 0-30-20-10-9-0-9, ezt a SMS, WhatsApp és Viber számot ajánlanám mindenki figyelmébe. Akik a szóviccekre kezdtek el rágyúrni, mert téged nagyon szeretnek, András, de nem is tudja a kedves hallgató, hogy megágyazott a következő témánknak, amikor azt írta, hogy amikor kivettem egy kólát a hűtőből, az összes mai szóviccem közül egy üdítő kivétel. Szóval pontosan ezzel fogunk foglalkozni. Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli. Mert itt van velünk a vonalban Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! És úgy tűnik, hogy új törvényjavaslat született a visszaváltási rendszer bevezetéséről, illetve, hogy a korábban tervezett dátumnak az előrehozatala történt meg, ugye? Nem, inkább pont, hogy az eltolása. Ja, igen, bocsánat, mert, akkor fordítva néztem. Na. Mert hogy ugye évelején volt a nagy környezetvédelmi bejelentése a kormányzatnak, ugye februárban mondták, hogy mindenféle nagy hulladékos tervek vannak, hogy az illegális hulladéklerakókat felszámolják, és visszaválthatóvá teszik az eldobható italcsomagolásokat, PET-palackokat, alumíniumdobozokat, és később kiderült az üzegeket is. És mi ennek nagyon örültünk, hiszen ugye a Greenpeace nagyon régóta próbálja rábízni a döntéshozókat arra, hogy tegyenek valamit a minket elárasztó szemét tenger ellen. Mert ugye tudjuk, hogy elképesztően sok ilyen palackot használunk, csak PET palackból több mint 1,5 milliárdot, azaz napi több mint 4 milliót használunk Magyarországon, naponta, évente ugye 1,5 milliárdot, és alumínium dobozból is közel 1 milliárdot használunk évente, és ennek csak a töredéke hasznosul, ilyen 20-30%-a. Ami egyébként elképesztően rossz arány, és az újra töltési arány az meg teljesen szinte a nullához konvergál, azaz alig van visszaválthatós üveg, amit újra töltünk, talán a sörös üvegek, meg egy-egy boros üveg, ami ebbe kivétel. És azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg előremutató, hogy a kormány döntött, hogy visszahozza a legalábbis a visszaváltási betéti rendszer az eldobható palackokra, amire ugye egyébként korábban nem volt, de viszont nyilván, hogyha pénzt kell fizetni egy alumínium dobozért, vagy egy PET palackért, akkor nem fogja senki a folyóparton hagyni, nem fogja sima szemetezbe bedobni, ha nem vissza fogja vinni, főleg, hogy elég magas árat kap érte. Csak hát azt látjuk, hogy nagyon távoli dátumot határoztak meg, 2023 nyarát. Úgy gondoljuk, hogy az azt jelenti, hogy addig több milliárd palack és alumínium doboz fog még elveszni, és kiesni a rendszerből, és szemétté válni, ahelyett, hogy hasznosulna. Ja, bocsánat, mert pont én úgy olvastam, hogy a bevezetés határideje az 2022. január 1 legyen a 23. július 1 helyett. Ezt javasoljuk mi? Ja, értem. Oké, most már megvan a félreértés. Mi a Greenpeace részéről javasoljuk ezt ez egy törvénytervezet, amit a parlamentnek el kell fogadni, és a törvénytervezet határozná fel a kormányt, hogy egy kormányrendeletet hozzon a konkrétumokkal. Mm-hmm. Okay. És ugye mi arra biztatjuk a parlamenti képviselőket, illetve a kormánytagjait is, hogy amikor majd a konkrét végrehajtásról döntenek, illetve a törvénytervezetet elfogadják, akkor egy korábbi dátumot javasoljanak, hiszen úgy gondoljuk, hogy nem kell olyan sokat várni. És a másik, ami nagyon fontos, amit úgy gondolunk, hogy tartalmaznia kéne egy ilyen törvénytervezetnek, az, amit egyébként most már kb. 22 ezer ember támogatott is a petíciónkban, ugye, hogy ne csak azt írjuk elő, hogy mit gyűjtsenek vissza, hanem azt is, hogy hasznosítsák. És mi azt gondoljuk, hogy gyakorlatilag 2024-re egy 100%-os hasznosítást el kéne érni az eldobható palackoknál, hiszen elfogadhatatlan, hogy tága hasznos nyersanyagok így a klímaválság korában elvesztenek, illetve azt gondoljuk, hogy újra töltésre is célszámokat kell előírni. Nagyon jó lenne, hogyha 2026-ra egy 70%-os újratöltési arányt kötelezően előírnának, hiszen ezáltal akkor rá lennének kényszerítve a gyártók, hogy nem mindent eldobhatóba adjanak.
Ez a lépés, hogyha ez megvalósulna, ez eltüntetné a szeméthegyeket? Tehát, hogyha visszaváltóak lennének a műanyagpalackok, volt korábban ilyen kezdeményezés, üvegre is, műanyagpalackra is, akkor kevesebb volt a szemét? Vagy ez a gyártókat ösztönözné valamiféle innovációra, ami csökkenteni a szemetet? Hát azt gondolom, hogy lenne az erősebb? Hogyha ügyesen meg van fogalmazva a jogszabály, és kapnak olyan lehetőséget, hogy mentesüljenek úgymond az egész rendszer alól, hogyha ha újra tölthetős palackokat hoznak, az önmagában nagyon sok nyersanyagot megsporol nekünk. Illetve hát nyilvánvaló, hogy jelenleg azért dobálják, azért olyan rossz a szelektív gyűjtés, és azért olyan rossz az újrahasznosítás aránya, mert igazából az emberek jó lelkismeretére van bízva, és hát látjuk, hogy Magyarországon ez jelenleg egy ilyen 20-30%-ra elég. Tehát, hogy 10 flakonból vagy 10 alumínium dobozból 2-3 kerül olyan helyre, ahol tényleg újrahasznosítva kerül, a többi a sajnos sima szemetesbe kerül, a révén ugye égetőbe jut, vagy lerakóba kerül, vagy még rosszabb esetben kint hagyják a természetbe, ahol aztán több száz évig szennyezi a környezetet. De egyébként azt gondoljuk, hogy ezt azért tudják a döntéshozók ezeket a lépéseket meghozni, mert végeztettünk egy friss közvéleménykutatást, és ebből kiderül, hogy az emberek egyértelműen támogatják az Greenpeace-nek azt a célkitűzéseit, hogy a kétharmadal legyen kötelezően újra tölthető az italcsomagolanyagoknak, és érjük el a teljes újrahasznosítást, tegyük kötelezővé. Tehát láthatóan itt nem az emberek, a lakosság ellenérzése, ami bármilyen szempontból, hogy mondjam, megakadályozná ezt a folyamatot, hanem max a gazdasági szereplőknek a lobby ereje, ami ezt gyengítheti. Hát így is hallottuk és láttuk, hogy sok nagy üdítős cég azért próbált erősen beleállni abba, hogy ne szülessen meg az a jogszabály, vagy minden később szülessen meg. Szerencsére azt nem sikerült úgy tűnik megállítani, hogy megszülessen ez a jogszabálytervezet. A határidőt egyelőre még a távolba látjuk, és hát nyilván az egészet el kell fogadni a parlamentnek, és aztán utána egy kormányrendelet, ami ezt tényleg véglegesíteni tudja. Oké, hát közben egy üzenettel tudunk búcsúzni, vagy utolsó szó jogán a hallgatót hozzuk ide. Sziasztok, Németországban is szinte az összes műanyag és fém italos doboz betétes, nagyon jól működik olyannyira, hogy egy-kettő magyar és szlovák csapat ráállt arra, hogy palackokat gyárt, és ott váltja vissza. Hát kérem. Ugye? Hát sajnos az a baj, hogy nem lehet olyan rendszert csinálni, amit élelmes emberek ne próbálnának kijátszani, ezért próbálják egyébként sok országban azt csinálni, hogy vonalkóddal lehessen visszaváltani, tehát egyetlen legyen, nyilván biztos az is lehet egy ponton túl hamisítani, de az, hogy mondjam, kifogást mindig keresünk arra, hogy ne hozzunk környezetvédelmi jogszabályokat. Stimmel. Oké, greenpeace.hu/stop-pet, itt van az aláírás gyűjtés az italcsomagolások újrahasznosítása és újrahasználata mellett, úgyhogy itt már 22 000 ember van, reméljük, hogy többen is csatlakoznak ehhez. Köszönjük szépen neked az információkat, és további szép napot! Hasonlóképpen. Tehát arról a jogszabálytervezetről beszélgettünk, ami a visszaváltható mindenféle italcsomagolásra vonatkozik, Simon Gergellyel, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjével.